A nevében, konyhájában, külsejében és belsejében is megújult Két Dudás csárda korszerű technológiával készült ételeket kínál, amelyhez elsődlegesen helyi termelők friss alapanyagait használják. Négy és fél évvel ezelőtt azzal a szándékkal jöttünk Balaton akaratjára, illetve Kenesére, hogy az életünk hátralévő részét vitorlázással és pihenéssel fogjuk tölteni. Ezt a szándékunkat megváltoztatta az a döntésünk, hogy egy évvel ezelőtt, tavaly júniusban megvettük ezt az éttermet. Teljesen szakmán kívüliek vagyunk, tehát a vendégek szeretete, illetve maga az éttermi környezet számunkra a másik oldalról volt csak ismert. Az első pár hónap tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, hogy nagyon komoly beruházásokkal megpróbáljuk átalakítani az egész környezetet. Ez mind a vendégek számára látható területen, mint a kerthelyiségben, mint a belső étterem kialakításába megnyilvánult, mint pedig a konyha technológiába. Egy teljesen új és modern konyha művészetet próbálunk kialakítani, aminek az alapja, hogy teljesen friss árukkal dolgozunk, friss húsokat vásárolunk, nem fagyasztott áru feldolgozásával és ismét lefagyasztásával készülnek az ételeink. Az általános napi étkeztetésen kívül rendszeresen valamilyen akcióval próbálunk újdonságot teremteni az étterembe, így az elkövetkezendő napokban az úgynevezett csülöknapokat fogjuk megrendezni, amikor különféle csülök ajánlatokkal fogunk a vendégeink rendelkezésére állni, illetve a mostani aktualitás, az olimpia élményét közösen élvezzük a vendégeinkkel egy jelentős méretű televízió segítségével. Számunkra kiemelten fontosak a gyerekkel érkező családok. Tudjuk, hogy a gyerekek más légkörben, más hozzáállással ülnek az asztalhoz, ők sokkal türelmetlenebbek, és úgy gondoltuk, hogy nekik is kell egy elfoglaltságot találni. Erre alakítottuk ki a mezítlábas galériát, illetve a játszótér területén foglalhatják el ők magukat, így hogy a szülők is nyugodtan tudnak beszélgetni, és fogyaszthatják el az ételeinket. A másik célközönség, akit úgy gondoltunk, hogy egy picit komolyabban kell venni ennek az étteremnek is, azok a kerékpárosok. A párom is kerékpározik rendszeresen, úgyhogy ismeri a Balaton körüli körülményeket, és ezért a fenti, eddig kihasználatlan területen kerékpárosok részére szállást alakítottunk ki, illetve egy zárt éjszaka is kamerával őrzött bringa garást építettünk, ami kifejezetten a kerékpárosok igényeit szolgálja. A hely adottságát figyelembe véve az egyik problémája ennek az étteremnek, hogy azért eléggé kiesik a központi résztől, és úgy gondoltuk, hogy a megközelíthetőséget segítve azért legyünk őszinték, egy étterembe szívesen fogyasztanak alkoholt a vendégek, beszeretnénk állítani egy olyan szolgáltatást, hogy idehozzuk a vendégeinket, illetve a vacsora után elvisszük haza, amennyiben erre igény merül föl. Tehát a közeljövőben szeretnénk egy mikróbusz beállítani, illetve a korábban említett étteremrész kialakítása, ami úgy gondoltuk, hogy Kenesén nem igazán van egy intim és nagyon barátságos étteremterület. Itt olyan családi, kisebb, baráti rendezvényeket tudunk tartani, ahol intim, kellemes környezetbe tudják eltölteni az idejüket.